Szakértő borászok ízlelgették a letakart üvegben érkező nedűket, nem túl szigorúan, de igazságosan ítéltek, legalábbis erre kérték a szervezők a bíráló bizottság tagjait. Nehéz időszakon van túl a Neszmélyi borvidék, a tapasztalatok szerint ennek ellenére is születtek figyelemre méltó borok. Nyilván az igazságosságot nem kell megmagyaráznom, mert nagyon fontos, hogy elfogultságmentesen bírálják a borokat. Nyilván ez a bírálat az anonim bírálat, tehát nem tudja senki, hogy kinek a borát, milyen borát bírálnak, úgyhogy ez viszonylag megvalósul. A kevésbé szigorút arra értettem, hogy a tavalyi év nehéz évjárat volt, ugye a tavaszi fagyok, illetve a csapadékosabb időjárás miatt nagyon nehéz volt jó minőségű, szép gyümölcsszőlőt termelni, és ebből nehezebb is volt kiemelkedő borokat készíteni. Az előző körzeti borverseny eredmények alapján ugye már csak az arany és ezüst ilyen borok jöhettek a borvidéki borversenyre. Ott viszont azt tapasztaltuk, hogy tényleg ez a jó közepes minőségű, nem kiemelkedő, de viszonylag jó tartalmas borok készültek a tavaly évben meglepően. A versenyre 162 bort nevezett 53 termelő, a vidékre jellemző könnyű, gyümölcsös, fehér és rozéborok voltak többségben, ebből 125 palack 16-os évjáratú. A mintákat 4 bizottságba sorolták be, egy-egy bizottság 5-6 féle fajtát kóstolt, először a fehér, majd a rozé, végül a vörös borokból. A fajtákon belül pedig megpróbáltunk előzetesen egy kóstolási sornát felállítani, hogy ne össze-vissza, hanem a kevésbé jó minőségektől a nagyobb minőségű borok fele kóstolják a bírálók. Viszont az itteni bírálók viszonylag rutinosak, és már ezeket a hektikusságot, vagy változatosságot ki tudják kiszöbölni. Kifejezetten az időjárás kiszámíthatatlan viszontagságai okozták a legtöbb nehézséget a szakma életében, ezért a verseny eredményei és a jó bírálat különösen fontos volt a termelőknek. Az általában okoz egy pünkösdi királyságot magának a termelőnek, de mindenképpen egy örömet is, hisz szakma által megfelelő bortalanak találhatott a bora, de igazából akkor van nagy rend nálam is, amikor mind a szakma, mind a fogyasztó vendégek, és én is úgy gondolok arra borra, hogy rendben van.